hogy milyen is lehetett az a karácsony, amikor még nem ilyen hajszában éltünk, megtudhatjuk Krúdi Gyurától, aki az Ámos könyvben így ír karácsony éjszakájáról. Mindnyájan ismerjük ennek a varázslatos éjnek a különösségét. Éljünk bár kis falvakban, ahol az istálló lámpások bizonytalan fénye mutatja az utat az éjféli miséhez, vagy a nagyvárosok fénylő utcáin haladjunk a vidám kedvű nép között. Karácsony éjszakáján mindnyájan érezzük, hogy egykor gyermekek és ártatlanok voltunk. Ennek a régi és boldog ártatlanságnak visszatérő fényessége mutatkozik meg az arcokon, a szemekben, a hangokban. Játék, amely valamennyiünket megtréfál, játék, amelyet mindnyájan szívesen játszunk. Nézzünk majd az adventi koszorún fellobbanó harmadik gyertyának a fényébe, és csendesen fohászkodjunk magunkban. Áld meg, Istenem, ezt a karácsonyt! Áld meg ezt az ünnepet, add nekünk a szeretet, a megbocsátás, a megbékélés szent ajándékát. És vezessen minket ezen az úton, ezen a délutáni csodálatos alkalmon a zene hangja is. Áldott, lelket gazdagító adventi hangverseny hallgatást, és áldott, lelket gazdagító karácsonyi ünnepet kívánok mindenkinek. Így gyújtom meg most a harmadik adventi gyertyát.